A Röszkei befogadó állomásnál vagyunk. Minden menekültet idehoznak először, aki átjut a határon, és elfogják a rendőrök. Itt történik a regisztrációjuk, itt átesnek egy orvosi ellenőrzésen és egy új lenyomatvételen, és innen szállítják őket tovább, vagy a Nagyfai állomásra, vagy a szegedi határrendészetre. Számot, hogy miután szállításra kerülnek, utána visszakapják az összes holmiukkal együtt hiánytalanul. Igen, de az én áraadatomon is Liget 25-11-ben feltűntetve, de én fogom nyilván megírni a jelentést. Because the law is very difficult to have this. You can't just go to Germany like that. You have to, if you ask for asylum here, you may have. We need help. Help us, please. Yeah. We live here. Go. De ez is például, amit mondtam, hogy most teljesen jó, hogy valaki kivizsgál a kocsit helyszínre, mert a víz szétszél. Tehát ezeket ugye szolgáltató és szerződés alapján rendszeresen jönnek, takarítják, tisztítják fel, stb. 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 Jó napot! Köszönöm, röszkérőit beszállítok, megtört a közvetési Pakisztán, Afgán, menet közben vándorolnak, ugye elesnek, összetörik szúzzák magukat, meg a láb. De gyakorlatilag a láb, tehát szó szerint itt olyan, hogy mit tudom én, már nincs talpőre, meg mit tudom én, törések, tehát a csontozat el van gyengülve, tehát itt azért tényleg nagyon sokan több szemben, több ezer kilométert végre volnak, tehát ilyen jellegű problémák vannak. Kiszáradás, ugye felületi a vágáshoz, húzódás, tehát a vércukor leesik, tehát ilyen áll.